az közül lesz. Ami egy újdonság, egy új kezdeményezés, szintén az abszolút második helyen zártak, illetve nincs is intve, végig pontosak voltunk, tehát nem volt csúszás, azt gondolom egy perc sem. Így aztán most is azonnal kezdünk, igazából az abszolút ötödik helyen célba ért. Tudtuk meg ezt a kis hibát, de ennyi izgalom volt ez. Nem is gondoltam volna, hogy Niki ilyen dolgokhoz is ért. Niki, most szőke, mikor leszel fekete? Soha. Miért? Elég volt, mert tavaly Niki szőkén kezdte a bajnokságot, feketén fejezte be. Niki marad? Niki marad? Hát Niki konkrétan műszaki szőke. Tehát ő tud szerelni, szervizelni, hát ne viccelj, hát egy szerelőt viszek magammal az autóba, hát hogy ne maradna. Köszönöm szépen, hölgyeim és uraim, a Bükkfürdő Rally abszolút ötödik helyén célba ért Elek István Földi Nikolett, egy tapsot nekik, és akkor Németh Sándor úr hozza a serlegeket, hisz Jaj, bocsánat, nem hozzuk a serlegeket, vigyétek arrébb a taligát, és gyertek vissza. Mert hogy ugye majd meg kell lökni, mert hogy ugye a rend az az, hogy amikor az első három autó itt lesz, akkor adjuk át mindenkinek a serlegeket a pezsgők kíséretében. Ők is kapnak egy családias tapsot. Gratulálunk, Frici! A dobogóra készültetek, ebbe biztos vagyok, nem lett meg, ez mennyire bánt? Igazából nem bánt egyáltalán. Kicsit talán magamra haragodhatok, hiszen tegnapi nap elgumiztuk magunkat. Abban reménykedtünk, hogy kicsit tisztábbak lesznek a pályák, és egy keményebb keveréket választottunk, ami a 2016 kilométert az konkrétan megpecsételte. Ott igazából nagyon sokat kaptunk, hogy mai nap nem maradt más értelmes célja, csak tartani a pozíciót, illetve az utolsó gyorsági megpróbálni a lehető legjobbat kihozni magunkból. Ez sikerült, úgyhogy plusz két pontot fogunk kapni, mert azt hiszem negyedik időt jöttünk, úgyhogy egy negyedik hely, plusz két pont, ez nagyon sokat fog számítani. Biztosak vagyunk benne a bajnokságban, és remélem, hogy most jönnek azok a versenyek, amik igazából a szuper 2000-eseknek jobban kedveznek, hiszen itt 171-es végsebességgel durogtunk az erdőbe folyamatosan. Itt volt, vagy itt van Marko Martin, aki az autót szállítja, az ő csapata szállítja az autót. Biztos, hogy elégedettebb, mint a Magic Rally után, mert egy egybe lévő autót vihet haza. Nem biztos, a Magic Rally után neki egy új autója lett. Volt, hogy a mosó után kihozta onnan az autót, tehát aki tud, az tud. Srácok, vigyétek ti is oda az autót, és gyertek vissza. Hölgyeim és uraim, és akkor következzenek a dobogósok. Vagyis a Bükkfürdő Rally harmadik helyén célba ért Botka, Dávid és navigátora.